A Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatóságának a tél folyamán több mint 2200 kilométeres szakaszon kellett az útjárhatóságát biztosítaniuk. Mindehhez 253 szakember és 78 darab gép állt rendelkezésre. A vártnál enyhébb időjárásnak köszönhetően azonban az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb erőt kellett mozgósítani a tisztítási folyamatokhoz. Ugyan még nincs vége a 2019-2020 évi téli üzemeltetésnek, de az idáig eltelt időszakról elmondhatom, hogy nagyon enyhetelünk volt. December elején kellett hóeltakarítási munkákat végezni, viszont sikosságmentesítési munkákat folyamatosan végzünk itt a csapadékos időjárásnak köszönhetően, illetve a nulla fok körüli hőmérsékletnek köszönhetően. A télvégi elsős időszak a legnagyobb ellensége a burkolatnak. A hajszárepedésekbe befolyt víz és az azt követő fagy ugyanis gyorsan nagy kátyúk kialakításához vezethet a közutakon. Az útellenőri szolgálat az elmúlt hetekben folyamatosan vizsgálta a megye úthálózatát. Már javában zajlanak a hidegkátyúzás munkálatai azokon a helyeken, ahol arra sürgő szükség volt a balesetveszély elkerülése érdekében. Az útellenőrzések során feltárt útburkolati hibákat a jogszabályban meghatározott határidőn belül javítjuk. Jelenleg a téli üzemeltetésben ezek a javítások csak ideiglenes jelleggel tudnak megtörténni, hiszen a keverőtelepek még nem állítanak elő meleg aszfaltot, ezért hideg kátyúzó keverékkel tudjuk ezeket az útburkolati hibákat javítani. Előre láthatóan április elején, vagy hogyha az időjárás engedi, március közepén fognak a keverőtelepek meleg aszfaltot előállítani. Ettől az időponttól kezdődően tudjuk ezeket a burkolati hibákat véglegesen helyreállítani. Ahogyan az a Magyar Közút Útinform oldalán is jól látszik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg több mint 10 helyen végeznek valamilyen útkarbantartási munkálatot. Tavaly egyébként mintegy 70 kilométernyi szakaszt javítottak ki a közút dolgozói, ebben az évben pedig 130 kilométeren fejlesztetnek, több mint 15 milliárd forintból. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a Szatmári és a Beregi térségben van a legnagyobb szükség felújításokra, így várhatóan a határközeli területeken találkozhatnak leggyakrabban burkolatjavító gépekkel az autósok.